Bár az időjárás hosszabb ideig nem tanúsított ráutaló magatartást, de meteorológiailag már tavasz volt múlt héten is. Május közepén járunk, bár az ablakokból kitekintve múlt héten még bármelyik kora őszi napra is tippelhettünk volna. Mindettől függetlenül mind a magánlakások, mind a közterületek tekintetében elindultak a tavaszi munkálatok, kertek rendezése, a város életében a kerteket a közterületek, a parkok jelentik. Így ebben az időszakban újulnak meg a köztéri bútorzatok, és kerülnek új virágok az ágyásokba, hogy a város lakóit és az ide látogató vendégeket egy szép és rendezett település fogadja. Most a parkápolási feladatokon felül ugye a legfontosabb a virágültetés, a lenyári virágoknak az ültetése. Minden évben tervezünk új dolgokat, és ugye a kollégákkal egyeztetjük, milyen virágokat ültessünk, milyen kompozícióban, hogyan és milyen módon. Minden évben próbáljuk megújítani a virágágyásokat, illetve olyan felületeket kialakítani, amivel növeljük a virágágyaknak a területét. Itt gondolunk arra, ugye, hogy az elmúlt ősszel nagyon sok rózsát ültettünk ki, most az egy nyári virágok tekintetében pedig olyan virágpalánták is meg fognak jelenni a város területén, amelyek újak, eddig nem alkalmaztuk, nem ültettünk, nagyon sok kertészettel vagyunk kapcsolatban, a virágbeszállítónk az ugyanaz, aki az elmúlt években is volt, de ettől függetlenül ugye mindig tájékozódnak a kollégák, hogy melyek azok a virágok, amelyek akár szárazságtűrőek, akár árnyéktűrőek, akár csapadéktűrőek. Tehát ezt körbejárjuk pontosan azért, hogy minél színpontbázatosabb legyen legyenek is, és szépek legyenek a virágágyak. Ahogy azt már megszokhattuk, az elmúlt évben, idén is elkészítik a Városüzemeltető Kft. Munkatársai a püspöklarány feliratot, valamint a város főterére kihelyezett virágoszlopok is visszakerültek a helyükre. Ebben az évben 8500 tő virágot ültetnek ki a dolgozók a település több részére. Egy város életében a zöld területek fontos szerepet töltenek be, hisz ezek csempészik vissza a természet közelségének érzetét a lakói életébe. Természetesen szem előtt tartjuk mi is azt, hogy ez a városlakók természetes igénye, emellett nagyon fontos szerepet töltenek be ezek a zöld felületek. Egyrészt nyilván a formájuk egy kicsit lágyítja a városnak a szigorú szögletes formáit, a színek is hozzájárulnak ehhez, másrészt pedig maga a zöld felület környezetvédelmi jelentősége is bír, hiszen ezeket gondozni, ápolni kell. A kiutatott víz az párolgással hozzájárul ahhoz, hogy főleg a nyári melegben hűtse a települést. A növények kiválasztásánál figyelembe veszik azt, hogy a szóba jöhető növényállomány hogyan illeszkedik a település képéhez, fontos vizsgálni azt is, milyen ökológiai igényekkel bírnak a növények, hisz egy város életvitele erősen meghatározza élettartamukat. Emellett természetesen a kiültetéskorra figyelnek arra, hogy harmonikus, ízléses elrendezésben, illetve a színek megfelelő komponálásával telepítsék el ezeket a növényeket. Természetesen önkormányzatunk ezt amellett, hogy a városban alkalmazza, amellett igyekszik bemutatni is az országnak, hiszen számos olyan fórum van, ahol meg lehet jelenni a településeknek a képét, be lehet mutatni. Például ilyen a Virágos Magyarországért mozgalom, amelyre benevezett településünk is.